Üdvözöljük kedves nézőinket a kifőzte soron következő műsorán, innen a Bambusz étteremből, az állatkar területéről. Mai vendégem Konyári Sándor és egy nemes hal, és tanár úr, Major Tamás. Jó napot kívánok! Jó nagyot kívánok mindenkinek! Mit is fogunk készíteni? Hát először is forraltam már rendesen a vizet. Nem pontosan így szántam, de... Mit főzöl, vizet? Főnem, forralom a vizet. Még azt se tudja, hagyjad fő... Fő az egészség. Igen. Eddig legalább csendben vagy, hallod, még azt rágod, jó? Köszönjük szépen. Szóval készítünk egy vértes halat, meleg majonézzel, spárgával, békönnel. Sokat mondtam? Nem. De most már így kell megfogalmazni. Elmondtál mindent, ami benne így van. Így kell megfogalmazni? Így is kell, kiírjuk egy lapra. Mármint a versenylapra. Na. Annál szebb egy étel, minél bonyolultabb neve van. De nem ez, biztos, ez volt a régmúlt. Régen ez volt már, nem. Ez volt a régmúlt. Én most mit fogok csinálni? Én most a spárgát egy kicsit előrébb. Mondd el már nekem, hogy miben különbözik a fehér és a zöld spárga. Már nem látod, hogy... fehér meg zöld. Ez főző, ez meg nem. Hát de ugyanaz, nem? Tehát nem ugyanarról a tőrőnek? Beszélj már arról a húrozásról, légy szíves. Nem ugyanarról a tőrő. Hogy nőne már ugyanarról a tőrő? De ugyanarról a tőrő. De ugyanarról a tőrő nő. Akkor mondd el nekem, hogy miért nem ugyanarról a tőrő nő. Figyelj már most, minek jött ez ide? Kötekedni. Tanár. Neki van a találós kérdés, mennyi két kiló beton? Mindegy kiló. Igen. Beátmentél, jó van. Na, megfejtésünk is megvan. Konyári Sándor úr a gerinchúrt távolítja el a kecsegéből, mivel nincsen gerince a halnak. Tanár úr, legyen szíves. Köszönöm szépen. Fú. Te pucoljad a... Légy szíves. Te pucoljad a... Légy szíves. Igen, igen. És hogy állapítod meg, hogy friss? Meddig friss a spárgád? Amíg eszem. Nem. Már ha nem friss, akkor nem eszem. Igen. A friss az itt van nálam. A friss az meg amúgy is ott van igen, nálam. Igen, igen. Kecsegés vértes. Igen. Így van. Meg is mutatom, tehát a kecsegének sárga a húsa, a vértes halnak pedig világosabb kinézetre. Hasonló. Így van. De. Zöld is megpucolhatom, tanárom? Igen, legyen is. És a másikkal te mit akarsz a kezedbe? Én ezt leellenőriztem, hogy meddig friss. Meddig friss? Hát ahol elroppan állítólag, úgy mutatták nekem Olaszországban. Állítólag, ahol elroppan. Nem tanulni volt Olaszországban. Nem. Hát sok szókics bővítésen volt ott a só, hallod? Igen, ott voltam. Szókics bővítésen. Tessék, mi erre vágnád fel? Semmilyen. De jó. Így egybe. Szerintem csak azért, hogy a kép ne boruljon fel, nem? De azért állták ki, hogy egyensúlyba legyünk. Igaz, Sanyi? Igen. Tehát a súlyunk. Súlypontunk megvan. Na, így jó volt? De nem fog beleférni a kancsóba. Na, ugye, mondtam, hogy el kell vágni. Na. Nincs kész. Akkor hogy kell? Roppan? Igen. De ez roppan. Nagyon ügyes vagy. Ó, akkor eddig friss. Igen. És ha itt töröm el, akkor is friss. Igen. Tessék. Pici sót is tegyünk bele. Ott van előtted, ahogy darálja. S betűs. Igen. Az S betűnél van a sok. S betűnél van a sok. Jó, köszönjük szépen. Akkor kérnék ide egy... Fakanállal blansírozd meg. Mert blansírozlak, én fakanállam mindjárt. És utána tudod, mi hiányzik? Eső. Egy jó kis jeges víz, nem baj. Igen, a jeges víz arra, való, hideg sör. Miért tennénk jeges vízbe, azt mondd el, légy szíves. Hát én nem értek hozzá, tanár úr, de ha elmagyarázza, nagyon szívesen meghallgatnám. Tehát azért tennénk ezt igazából jeges vízbe, főleg a zöld spárgát, hogy a színét megőrizze. Mennyit és ugyanúgy méreg zöld maradjon. Megint tanultunk. Csak most azt nem tudom, hogy visszafelé. Igen, visszafelé. Nem baj, tanár úr, lesz a meleg majonéz. Nem. Nem? Majd ezt én csak nézem, tehát én csak mellé beszélek. Te csak kontrollálsz? Igen. Ha ilyen titulusban jöttem, akkor én nem szeretnék segíteni, csak beszélni. De Sanyi nagyon ügyesen. Elsütöttük már egy pászlót, tudod, aki nem tudja csinálni. Igen, ezt nagyon sokszor megkapom, tehát ez... Aki nem tudja csinálni. Lassan szedd ki, légy szíves. Én nem tudok hozzászólni, és mibe szedjem ki, ugye?
Nincs egy felesleges üres tányérotok is. Felesleges üres tányérunk is van, itt van a hátunknál, csak tanár úr feltart minket, és itt tudom, milyen nehéz dolgozni? Igen, igen, nagyon nehéz. Próbáltad már? Üresleges, felesleges üres tányér. Köszönöm üresleges szépen. Feles tányér, és akkor most egy csipeszünk is van, igaz? Mert mondtam, hogy a jó szakács már csak csipesszel dolgozik. Igaz, hogy nem lesz leges, és nem pontosan a legmegfelelőbb helyre teszem, de ez hozta mai nap. Tanárunk nem készült elő rendesen az órára. Igen, igen. Elnézést kérünk mindenkitől, és ha kecsegét... nem jól zárom el, akkor is tanár úr a hibás érte. Igen, a kecsegét, tehát Sanyi elég fiatal kecsegét kapott, és ezért hát nem látszik annyira jól. Még hol mindig, kecsege? Még mindig csak vérdes. Még mindig. Jó. Tudod, még neki megmaradt a pikkele. Igen. És akkor ezt meg hova szeretnénk tenni majd? Erre. De először meleg majonéz kéne csinálni, nem? Nem azt majd a végén tanár úr fogja. Hagyjuk meg neki. Nem fog, csak nem fogja elrontani. Te fogod elkészíteni a hollandi mártást. Igen, és az miből áll? Most te vizsgáztatod engem, vagy én tégedet? Hát már ha lehet, akkor igen. Mert azt hittem, hogy csak lőtted, búcsúba volt két pálcás, esett. Leesett, igen. Hát ez az. Valaki dolgozik érte, valakinek megesik. Igen, és igen. Most takarítok, figyelj! Ja igen, takarítás, új módja. És az asztaltról is. Hoppá, igen, igen, igen. 3, 4, 5, 6 másodperc alatt le van takarítva az asztal. Hopp, köszönjük! És már semmi nem halas. Rodolfo, jó. Semmi nem is halas. Tehetem oda neked, hogy már ha lecsorgott. Most figyelj, figyelj, jön közelebb, figyelj, jön. Szeretném nézni, hogy Sanyi csinálja szeressé, ne szeressél. Na jó van, a gyere közelebb, ide engedünk. Ide engedünk mi is. Mert utána az lesz, hogy... Nem csináltál semmit. Tudom. Hát ezt úgyis tudod. Köszönjük szépen. Szóval akkor nincs mivel fel szétszedni a tojást. Ennyi már. Probléma megoldó képességet egyenlő a nullával. Jó. Ott sincs. Közben akkor elmondanám, hogy a hallal mit műveltem. Tehát leúsztam a gerincúrját, kivettem, leúsztam a bőrét, fülét csináltam, belőle sóztam, borsoztam, picit citromra vízesítettem, amit Cica barátom spárgát leblansírozott, szépen tetejére teszem, és most az egészet be fogom burkolni békönben. Kérted, semmi gond. És akkor hova tehetem a tojássárgát, tanár úr? Nem tudom. Tehérjét se tudja hova tenni, meg a sárgát se tudja hova tenni. Te hova tennéd ezt a sárgáját? Hát én már lassan bele a vajba. 1, 2, 3, te színe tegyek bele gyorsan. Jöhet, meg ki fog csapódni. Lassan. Kész a meleg majonéz, már nem is teszem bele utolsó a sárgáját. Kész. Addig is el is tüntetek így, nem mindent, így. Már nincs is. Megtöröltem a kezemet. Én jó feleltem, tanár úr. Igen. Kis sót tegyél benne be a meleg majonézbe, légy szíves. Igenis. Kajani borsó. Komolyan. Kihúzza a gyufát. Kis ilyen borskus, olyan borskus. Jól. Cseréljünk. Nem. Én halal végeztem, hogy a cicára cica megsüti. Hoppa! Mert imádja a halat. Itt a kajani borsod. Mi nem kajani borsod szeretnénk beletenni, hanem szarvas gombolaj. Mennyit tegyünk bele? Hát nagyon keveset, mert úgy érzem, hogy elég tömény. Ez biztos, csak keresek hozzá egy adagoló kanalat. Nekem itt egyből minden, ez már lassan el is lehet. Még egy picit hadd húzzam. Igen, egyszer, kétszer, háromszor. Pötty. Igen. Jó, igen. Meleg lesz, de nem akartam szólni, hogy... Nem baj, csak nem akartam, hogy elmozduljam. Tessék. De mivel megégett a kezed, és akkor látszik, mintha dolgoztál volna. Igen, igen, látszik, mintha dolgozott volna. Ez így a helyes. Látszik, mintha dolgozott volna. Nem biztos, hogy a magyar tanszéken örülnek, hogy így beszélünk, de... Köszönöm szépen. Nem, csak mutatom, hogy van fogó kendő. De csak... ez direkt... Direkt, persze. A vonat is azért udál. Nem azért, mert jön. Ha nem megy. Igen, igen.
Jót fogok kiönteni? Nem. Most fogok jót kiönteni. Kit citromot? Meg só, mert nincs egy szoboszlai. Még só? Cica nem szereti még... a sót, nem szoboszlai. De helyette, még... Jaj, rosszabb vagy, mint Gyula. Jaj, na jó. Már-már sok? Ez az igazi hőmérséklet. Mindjárt jó lesz. Mag hőmérő? Igen. Az új begye, mag hőmérő. Azzal is lehet dolgozni, gyermeke. Olyan rossz indulatúak vagytok, főleg velem mostanában. Ahol most miért mondod? És hogy lesz meleg a meleg Márták? Ha levettük a vízgőzről. Hát már neked meg késznek kell lenni a halnak. Tehát nem jó szervezen a munkafő. Nem én. Nem én készítettem Sanyit a halat, azt Sanyi készített. Sanyit ne mondd bele abba, amit elrontol, légy szíves. Abszolút. Sanyit tökéletesen kifilézte a halat, megfelelőképpen burkolta. Tehát igazából azt tudom mondani, hogy csak te hibázhatsz, mert Sanyi nem hibázhat. Így van, Sanyi? Erre szokták mondani, hogy minden jó a csapóajtó. Igen, igen. Challengereket adjon beérni. Minden jó a csapóajtó. Én ezt visszahoznám mégiscsak ide, és csak langyosan tartanám egy picikét csak. És akkor ebben szép kis... Ennek külön története van ennek a kis tányérkának. Nem, ez sikerült elsőre megvenni, nem? Igen, igen ezt sikerült. Ezt kivételesen sikerült elsőre megvenni. A többi tányérokat, amiket használgatni szoktunk, az egy kicsit nehezebb volt. Ezt szeretnénk felhasználni hozzá. Szóval megvan a kalapnak a karimája. Igen. És lehet rá tálalni, tanár úr? Ide a teremre? Én szerintem igen. Szerinted igen, és így jobb, ha feltállalom, vagy így jobb, ha feltállalom? Na, a tanár úr, akkor válaszoljon, mert kérdeznek a diákok. Erre nincs előírás. Majd egy-két embernek javasoljuk, hogy a Wallace-Rath könyvben azt... Írják be? Igen. Jó, vagy olvassák el. Hogy hogy szeretnénk. Kicsit sok zsíradékot töltött el a sertenünkbe. Tehát ha most jegyzetelnék, akkor már megint egy hiba. Te ne jegyzeteljél, légy szíves, jó? De adod ezt a kattyolcsangalóval, nem fog súlyba szólni rendesen. Tessé. Pedig még azzal is spóroltam. Minden áll vékön is enged. Igen, zsíradékot. És azt tudjuk nagyon jó, hogy a halnak nem kell sok idő, míg elkészül. Hány perc kell neki, tanárom? Teljesen átsütve? Nem. Ez jó kérdés volt, igen. Nem teljesen átsütve. Mert mi magyarok szeretjük igazán a halat túlságosan is átsütve, de akkor nem a hal ízét érezzük, hanem maga a fűszeres kérget, amiben elkészült. De ez nem is fűszeres kéregben, ez csak só. Itt a megyékbeli szakácsember ezt a kecsegét felhasználta egy régen elfeledett étel használatához, mégpedig meg kecsegéből főzött húsleves. Tudod, hol Tiszatelken van egy öreg bácsi, és ő 2008-ban ezzel nyerte el az év éttermének. Tehát ilyen falusi hely. Falusi hely, tehát elnyerte a falusi étterem díját elnyerte 2008-ban, mint a legjobb ételt a kecsege levessel. És teljesen kipróbáltam és meg is kóstoltam ezt a levest, és teljesen olyan íze van, mint egy húslevesnek. Ha nem tudod, hogy kecsegéből készült, nem tudod megmondani. És a színe is egy jó tyúkhúsleveshez hasonlítható. Igen, tehát szép. Akkor még lehetett kecsegét fogni a Tiszába, tehát engedélyezett volt, és abból a halból készítette, és nagyon szép sárga volt a leves. Nem is olyan rég volt itt egy ilyen nagy... Ja, látod, nem látom én sem, itt van. Parancsolj. Mondja, még el akarlak ketté vágni. Ez nem ér át, ezzel meg nem ér. Ezzel szeretném majd elvágni ezt a pici halacskát. Ez pedig jó forró. Ezt még tudnám használni hozzá, ha szeretném?
Már nem, mert már tömény lesz, mert a mászlán van is. De ha tennék rá szarvasgomba csirket, akkor az jó lenne. Addig még kitálalom, megsül? Nem. Szerintem már kész lesz. Kasztál a jöttjén, szerintem nem. Abból pedig két vékony szeletke, vagy csak egyet? Elég lesz egy szeletke. És én folytanék rajta a véget, hogy a halacska maradjon klóról. És akkor szépen vágunk egyet, és ezt megmutatjuk. Tehát lehet látni, hogy a halacska csodálatosan elkészült. Itt még látszik az, hogy nem húzott át teljesen. Itt pedig belevágok körülbelül egy aragnyi ételt. És ha ezt kitenném itt valakinek a környéken, engem biztosan megvernének. Abból tágatanáról, abból a bőrszéttel. De hogy is hozzá még 20 ilyet? Ja, nem, akkor azt mondanák, hogy és akkor a kiló kenyér meg a szalonna az még, ha lehetne, azt szeretnénk. De ez tényleg így van. De egy 10 fogásos. Egy 10 fogásos. Sorban megállná a helyet. Menüsornál már, mint alap. Így van. Szóval ebből sok minden nem lehet látni majd közelibe. Igen, elkészült a kis vértes halunk spárgával, békönnel és egy kis meleg majonézzel. A kommentárért elnézéseket kérjük, mármint a tanár úr elnézését is kérjük tőle a nézőkét, akik ezt összest elszenvedték. Ez a kis kreáció elkészült, ehhez jó étvágyat kívánunk, viszontlátásra! Viszontlátásra! Viszontlátásra.